Magyar Péter szintje az olyan távol van a Fidesz szintjétől, meg az itteni felszólalók szintjétől, hogy azt zongorázni se lehet. Szűk két hónappal az Európai Parlament és az önkormányzati választások előtt kampányító nagy rendezvényt tartott a Fidesz itt a Millenárison. Mencer Tamást, a párt kommunikációs igazgatóját a Fidesz Európai Parlamenti választási esélyeiről és a Magyar Péter jelenségről is kérdeztük. Szűk két hónappal vagyunk az Európai Parlament és önkormányzati választások előtt. Közvéleménykutatási adatok szerint azért némileg csökkent a Fidesz-KDNP támogatottsága, ugye itt a kegyelmi ügy, Magyar Péter megjelenése sok olyan dolog volt, ami elbizonytalaníthatta a Fidesznek úgy mondjuk a periférián lévő szavazóit. Milyen választási eredményre számítanak önök, és mivel próbálják úgymond rendezni a sorokat? Én úgy látom, ma is úgy látom, és a korábbi fórumok során is, amelyekkel részt vettem, úgy látom, hogy a sorokat abszolút rendeztük, és a közösség, mint ma is láthatja, és láthatták, kifejezetten erős. A közösség egységes, a közösségnek világos céljai vannak, mint arról miniszterelnök úr, külügyminiszter úr és Dajs Tamás EP-lista vezető is beszélt. Tehát a közösségünk erős és egységes, senki nem tudta megbontani a Fidesz és a KDNP közösségét, ott állnak az emberek mögöttünk, és ez azért van, mint ahogyan itt ma is ez elhangzott, egyrészt az elmúlt 13-14 év eredményei miatt, ezt lehetne sorolni, a válságokra ez a kormány adott helyes válasz, és a leggyorsabban béke, biztonság, harc az LMBTQ őrület ellen, családok támogatása, idősek megbecsülése, fiatalok támogatása, munkahelyek létrehozása, megőrzése, energiabiztonság, és lehetne sorolni. Tehát megvannak az eredményeink, az emberek támogatása az nem csak úgy van. Az eredményeink miatt támogatnak bennünket. És most pedig mindenki látja, hogy az eddigiek is rendkívül fontos választások voltak, de még az eddigieknél is fontosabb, sorsdöntő, létfontosságú választás előtt állunk. Ilyen választás előtt még nem álltunk, hiszen a harmadik világháború kockázata soha nem volt akkora, mint napjainkban. A NATO, a világ legerősebb katonai szövetség és Oroszország konfliktusának kockázata napról napra nő. Tehát ilyenkor kellenek csak igazán a békepárti vezetők az országok élére és Brüsszelbe is. Ez a választás tétje, a választás legfontosabb tétje, persze ott van a migráció, a gender is, de a legfontosabb a háború és béke kérdése. És én a közvéleménykutatást, ugye én annyi fajta közvéleménykutatást látok, hogy órákat tudnék mesélni. Ma is láttam egyet, azzal kapcsolatban kifejezetten jót mosolyogtam, mert pontosan tudtam, hogy nem igaz. Mert láttam azzal szemben hiteles közvéleménykutatást, de nem is ez az érdekes. Június 9-e az érdekes, hogy akkor elmenjen mindenki, aki békét akar és meg akarja őrizni Magyarország békéjét, ugyanis ez nem egy lezárt folyamat, ez egy folyamatos küzdelem, és csak a magyar emberek támogatásával lehetséges. Ezért kérem, hogy támogassanak bennünket. A fővárosban presztízs kérdés lenne az, hogy a főpolgármesteri pozíciót visszahódítsa a Fidesz a baloldaltól. Ugye most a közvéleménykutatási adatok szerint Karácsony Gergely tűnik a legesélyesebbnek, de a korábbi Orbán kormány közlekedési államtitkára az egyik aspiráns, akit ugye az LMP egy civil szervezettel közösen indít, és ugye csak a harmadik helyre mérik egyelőre Szentkirályi Alexandrát. Mi a terv, hogyan lehetne a fővárosban a Fidesznek megfordítani ezt a dolgot, és az inkumbens polgármester Karácsony Gergelyt leváltani? Megint csak a közvéleménykutatásokkal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy az én tudomásom alapján, az általam látottak alapján és az én meggyőződésem szerint Szentkirályi Alexandra abszolút esélyes arra, hogy megnyerje a főpolgármesteri posztot, tehát a mi jelöltünk abszolút esélyes, természetesen ott állok személy szerint én magam is, és a teljes közösségünk Szentkirályi Alexandra mögött, és ennek mi az oka? Tehát egy, Karácsony Gergelyről régen is elmondtuk, hogy alkalmatlan, ma is elmondjuk, semmi nem bizonyítja az ellenkezőjét. Hát ha az ember a város ügyeket megnézi, akkor az alkalmatlanságot láthatja folyamatosan. Kettő, azt láthatjuk Budapesten elsősorban, és ezért javaslom mindenkinek Budapesten és máshogy is az önkormányzati választással kapcsolatban is, hogy a Fidesz-KDNP támogassa. Mert hogyha a baloldal győz, akkor nem a település, a város vagy a falu fejlesztésére, fejlődésére koncentrál, hanem a települést egy erőforrásnak használja a kormány elleni harchoz. És a települések közben leépül. Ez nem a városok és a falvak, és nem a főváros érdeke. Tehát ez a másik. A harmadik pedig, hogy visszakanyarodva az elejére, háború és béke kérdését. Tehát a fővárosiaktól is azt kérem, hogy jó szívvel ajánlom a figyelmükbe, hogy a békepárti erőket támogassák. A békepárti erő pedig a Fidesz és a KDNP.
Vitézi Dávid egyébként nem nagy veszteség a jobboldali, a fideszes közösség számára, hiszen azért róla minden politikai oldalról elmondják azt, hogy ő egy jó szakembernek tartják általában. Az, hogy milyen városvezető, az nyilván egy nyitott kérdés, de alapvetően a közlekedéshez jól ért, hogy nem lett volna szerencsés esetleg őt indítani, vagy mögébe állni. Ugye voltak is erről szóló pletykák, például Talós István beszélt arról a Hír TV-ben, hogy ő úgy tudja, hogy végül a Szentkirályi Alexandrát vissza fogják léptetni Vitézi Dávid javára. Vissza fogják léptetni? Nézd, én ezzel kapcsolatban, hogy erre is teljesen őszintén választok, mint minden másra. Én ismerem Vitézi Dávidot, én is jó szakembernek tartom, dolgoztam is, ugye nekem van egy egyéni választókörzetem budakeszi központtal. Én dolgoztam a Dáviddal együtt a budakeszi buszsáv tervezési szakaszában, tehát én jó kapcsolatban vagyok vele, és jó szakembernek tartom. Ugyanakkor nekünk van egy jelöltünk, Szentkirályi Alexandra a jelöltünk, és őt tartom a legalkalmasabbnak Budapest vezetésére. Ugye egy főpolgármesternek számos készséggel és képességgel kell rendelkeznie. Én pont a napokban beszélgettem hosszabban a Szandrával, aki hát talán megengedi nekem, hogy ezt mondjam, túl azon, hogy egy kiváló szellemiségű csaj, egy nagyon jó politikus, és szerintem remek városvezető lenne belőle. Itt Orbán Viktor a beszédében nem említette meg Magyar Péter, de Dajl Samás, a Fidesz lista vezetője beszélt róla. Önök hogyan értékelik ezt a jelenséget, hiszen néhány hónappal ezelőtt üstökösként robbant be úgymond a politikába, de azóta sok tízezer, vagy az ő saját becslése szerint több százezer embert is ki tudott már vinni az utcára. Láthatóan a vidéki eseményein is azért értelmezhető számú tömeg ott van. Tartanak Magyar Pétertől és az ő politikai felbukkanásától, hiszen ő azért nagyon hangsúlyosan beszél folyamatosan a jobboldali gyökereiről, a konzervatív alapállásáról, és igazából egy kicsit a Márki-Zay Péterhez hasonlóan, mintha az ő ambíciója is az lenne, hogy a Fideszből is megpróbálna szavazókat elvinni. Nagyon jó volt, ha megengedi, hogy ezt mondjam, a kérdésének a vége pontosan olyan, mint Márki-Zay Péter, pontosan ugyanazt csinálja, és a politikában van egy szabály, tudja. Egy mondás, szabálynak is lehet mondani, úgy hangzik, hogy a politikában végül mindenki hazatér. Ez az ember, Magyar Péter is hazatalált, hazatért az igazi otthonába, a baloldalra. Egyébként szerintem ez méltatlan az, hogy ezen az eseményen Magyar Péterről beszélünk, mert ő méltatlan ehhez, de a kérdés ettől még jó, tehát szívesen válasz. Ugye Dajs Tamás említette meg például a beszédében. Igen. A Tamás, azért mondom, hogy nála is jogos volt, és az önkérdése is jogos, csak én úgy gondolom, hogy a Magyar Péter szintje az olyan távol van a Fidesz szintjétől, meg az itteni felszólalók szintjétől, hogy azt zongorázni se lehet. Na de, vissza a kérdésre. Tehát, pontosan olyan, mint Márki-Zay Péter. Mit mondott Márki-Zay Péter, amikor megnyerte az előválasztást? Leváltottuk az ellenzéket. Mit mond Magyar Péter? Leváltottuk az ellenzéket. Mit csinált Márki-Zay Péter? Elmondta Gyurcsány Ferencnek, megvan hangban. Elnök úr, én azért dolgozom, hogy a DK ne a legnagyobb ellenzéki párt legyen, hanem a legnagyobb kormánypárt. És aztán meg is történt az összeborulás. Most látjuk ezt a táncot, kerülgetik egymást, aztán úgyis meg lesz az összeborulás, már csak azért is, mert teljesen mindegy egyébként, hogy ők mit mondanak, vagy mit hazudnak. A külföldi finanszírozók, akik ott vannak és irányítók, akik ott vannak Magyar Péter mögött is, ezt a barátnője vallotta be, meg a Láng Balázs nevű nagyszerű baloldali kommunikátor, aki ott volt a Gyurcsányéknál, ott volt a Szociknál, ott volt Márki-Zaynál, és most ott volt Magyar Péternél, és átölelt, és azt mondtam, hogy elhoztam a fél világot. Na vajon a világnak melyik felét?